Néhány óra leforgása alatt gyűjtötte össze a Fidesz-KDNP polgármester jelöltje Szepesi Tibor és dr. Pintér Zoltán önkormányzati képviselőjelölt a jelöléshez szükséges aláírás többszörösét. Karcagon szeptember 27-ére tűzte ki az időközi polgármester választást a Karcagi Választási Bizottság. Az induláshoz szükséges ajánló ívek a mai napon kerülhettek először felvételre, így mi is a reggeli órákban felvettük a szükséges ajánlóíveket, és most a kora délutáni órákban kerültek leadásra a választási irodán. Az induláshoz szükséges aláírások többszöröse került összegyűjtésre és leadásra a választási irodán. Szeretném megköszönni mindazok segítségét, az önkormányzati képviselőtársak, az aktivisták segítségét, akik a mai hétvége egy részét arra szánták, hogy az aláírások összegyűjtésében segítségünkre legyenek, és szeretném megköszönni mindazok támogatását, akik aláírásukkal segítik munkánkat. A Fidesz-KDNP jelölésében Szepesi Tibor polgármester jelölt úr, és jó magam, dr. Pintér Zoltán Árpád önkormányzati képviselő jelölt, a reggeli órákban felvettük az ajánlóíveket. Támogatóink, barátaink, aktivistáink segítségével a mai délután a szükséges mennyiség többszörösét adtuk le. Ennek megfelelően a Karcagvárosban esedékes időközi önkormányzati választásokra készen állunk, mint jelöltek, a munkára, a szorgos tevékenységre elköteleződve jelentkezünk, és abban egyetértünk maximálisan Szepesi Tibor polgármester jelölt úrral, hogy a karcagiakért dolgozni, a választóinkat szolgálni szükséges. A városban feladatok vannak, amelyek tornyosulnak, előttünk állnak. A június 13-án hosszantartó súlyos betegség után életének 63. évében elhunyt Dobos Lászlótól június 21-én vettek végső búcsút. A politikus 2002-től 2010-ig volt a Nagykunság fővárosának alpolgármestere, majd 2010-től polgármestere. A 10 évvel ezelőtti helyhatósági választáson a szavazatok 79%-ával választották meg.